több vendéget hívtunk ide. Bieber Marci kolléganőm jóvoltából, akiről, mint tudják, kedves hallgatók, a Budapesti Gyengéllátók Általános Iskolájában nevelő tanár, és magával hozta diákjait, azokat a tanítványait, akikkel ott a helyi iskolarádió műsorát készítik. Arra kérnélek benneteket, hogy mutatkozzatok be a hallgatóknak. Szöllösi Szabina. Csörgő Reni. Iro Regina. Kmelik Áron vagyok. Sziasztok, én Zsigmond Béla vagyok. Sziasztok, én Kádár Miklós vagyok. Szeretettel köszöntelek benneteket. Mióta foglalkoztok az iskola rádióval? Hogyan jött az ötlet, hogy egyáltalán egy ilyenben részt vegyetek, Áron? Ebben az évben indult, most előző évben is a nyolcadikosokkal volt ilyen iskola rádió, de ez nem volt olyan, hogy havonta, tehát nálunk most így havonta van ez a rádió. Olyankor csak az volt, hogy kívánság műsor, de ez is csak úgy, amikor épp kedvük volt, hogy nem tudom, de nagyon ritkán. Most ez így havonta van mindenféle rovat, vicc, meg mindenféle, néha élőadáshozni szoktunk. Milyen rendszerességgel működik ez a rádió? Havonta. Úgy értem, hogy havonta egyetlen alkalom? Havonta egy alkalommal leadjuk, és hát minden hétfőn este fölvesszük, vagyis hogy veszünk belőle ilyen részleteket, aztán hangtechnikusunk összevagdossa, és így adjuk le. Ki a hangtechnikusatok? Tolnai Szabolcsnak hívják. Szabina, egy pár szóban légy szíves, meséld el, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba az iskola rádióval. Hát amikor ugye mondták, hogy ő lesz ez az iskola rádió, suli rádió, akkor engem így érdekelt, hogy milyen ez a rádió, meg minden. És jelentkeztem. Miért érdekelt? Volt valami terved, vagy csak egyszerűen kíváncsi voltál arra, hogy hogy nézhet ki egy rádió? Hát kíváncsi voltam rá, hogy hogy megy ez, nem, mert ugye hallottam többször is, hogy ez így beszélnek a rádióban, és érdekelt, hogy hogy megy. Mi az, ami érdekelt a rádióban? Hát így minden. Renáta, te hogyan kerültél be az iskola rádióban? Hát ez úgy történt, hogy Bieber Marci néni és Garai Szívű néni megkérdezte, hogy kinek lenne kedve ebben a rádióban szerepelni, és akkor én jelentkeztem. Mi az, ami érdekelt téged a rádióban? Hát végülis minden. Hogy működik ez, meg minden. Regina, te? Hozzám is odajött Marci néni és Szívű néni, megkérdezték, hogy kíváncsi lennék-e, járnék-e szakkörre, és én jelentkeztem, kíváncsi voltam, hogy hogy történnek a felvételek. Ha jól értem, akkor egy szakkörön belül, vagy szakköri foglalkozáson belül készítitek az iskola rádió műsorait. Igen. Hogyan néz ki egy ilyen szakköri foglalkozás? Hát Regina? Hát fölmegyünk a stúdióba, és akkor ott ugye ki van választva, hogy ki mit mond, és akkor így sorrendben fölmondjuk, utána kivágjuk, ami rossz, vagy újra mondjuk esetleg. Megvannak már az adástervek, amikor bementek a stúdióba? Van, amikor csak azok szoktak általában meglenni, amiket mi így kiválasztunk, hogy ki mit mond, és utána fölvesszük, meg a sorrend, meg ilyesmi tartalom. Szabina, te az iskola rádióban milyen munkát végzel? Hát amiket úgy bevállalok meg, amiket... Például mondj, légy szíves, legalább egyet vagy kettőt. Mondjuk például vicceket, meg ilyen... meg híreket is szoktam. Viccek, hírek. A hírekben miről szoktatok beszámolni? Hát, hogy az iskolában, hogy ezen a napon mondjuk úszásverseny volt, vagy akármi, atlétika például. Renáta, te milyen munkát válasz a rádióban? Hát, általában mindent. Mindent szeretek csinálni, de amit a legjobban szeretek, az az élőadás, meg interjúkat szeretek nagyon készíteni. Milyen témában? Hát bármiben, például készítettem olyan interjút is, hogy ismerjük meg új tanárainkat. Azokkal a tanárokkal készítettem interjút, akik abban az évben jöttek az iskolánkba. Béla, te mivel foglalkozol az iskola rádión belül? Én az iskola rádión belül mindennel foglalkozom, mert úgy van kiadva ez az egész, hogy egy szakkörszerűségbe megy,
és aki amit elvállal, vagy éppenséggel ráosztanak szerepet, azt vállalja és azt csinálja. Van olyan, hogy eszedbe jut valami ötlet, és akkor te azzal előrukkolsz az iskolarádió vezetőjének, és azt mondod, hogy te ezt szeretnéd megvalósítani? Van olyan, igen, amikor mi rukkolunk elő valami ötlettel, és valósítsuk meg, de van olyan, amikor más ötletét úgymond elraboljuk, és azt finomítjuk egy kicsit ki, és lesz egy jó kis műsor vagy rovat. És amikor elhatározzátok azt, hogy valamivel elő kéne rukkolni, akkor hogyan fogtok hozzá? Hát általában szokott lenni egy kis fejtörés, hogy na most mi, hol, hogy legyen, de sokszor jön magától, hogy mikor mi legyen. Használtok valamilyen segédeszközt, tehát gondolok itt arra, hogy esetleg diktafonnal elmentek külső helyszínre felvételeket készíteni, vagy pedig mindent bent a rádió stúdiójában készítetek? Nem, vannak olyan riportok, amit diktafonnal veszünk fel. Egyszer a tornatanárokkal készítettem egy riportot, mert atlétika verseny volt, és ők nem tudtak volna akkor este bejönni a stúdióba, és én mentem oda a diktafonnal, és készítettem el a riportot. Milyen témájú műsorokat készítetek? Hát gondolom, hogy ugye ha atlétika versenyen is voltatok már, akkor sport is szerepel benne. Van olyan, amikor élőadást próbálunk, akkor mi találjuk ki a témákat, de legtöbbször híreket szoktunk mondani, ami az iskolával kapcsolatos. Vicceket. Igen, vicceket szoktunk mondani. Milyen terveitek vannak, hogyha elvégeztétek az iskolát? Áron, tervezed, hogy rádiós karrierbe kezdesz? Ez lehet. Én informatikus pályára szeretnék lépni, azon kívül még az angolt nagyon-nagyon, hát mert ugye nyilván az informatikushoz nagyon kell az angol. Ezeket szeretném gyakorolni, de lehet, hogy ezzel még rádióba is eljutok. Na most így, tehát a hangtechnikához is értek úgy, ahogy, tehát ezzel így nagyon sok helyen tudok fellépni. Az iskola rádióban te szoktad kezelni a hangtechnikát? Nem. Értem. Milyen foglalkozásokon vettél már részt, ahol te, mint hangtechnikus, úgymond közreműködtél? Semmilyen. Tehát gondolok itt arra, hogy valamilyen rendezvényen esetleg, diszkóban, nem, de értek hozzá. Belül. Nem, értem. De van egy zenekar, ott azért néha szoktam így kezelgetni. Na erről mesélj, légy szíves, biztosan nem érdekli a hallgatókat. Te amikor bejöttél ide a stúdióba, itt ment éppen egy oktató anyag, egy nóta, és te megállapítottad gyakorlatilag egy 3 perc leforgás alatt, hogy C-durban van. Tehát neked ezek szerint jó zenei hallásod van. Nem, bocsika, nem szeretnék felvágni, de egy pillanat alatt megállapítottam, csak akkor figyeltem fel rá. Na most zené, tehát éppen azért szerepelek zenekarban, mert jó... Na, szóval jó zenei hallásom van, és elég sok És milyen hangszeren? Na, ezt akartam mondani, nagyon sok hangszeren tudok játszani, tudok billentyűzni, dobolni, akkor elég sok ütős hangszer, tehát amit így eddig elén toltak ütős hangszert, azon mind tudtam játszani, de hát ez így nem nagy, meg hát nem tudom, hogy ezt tudásnak lehet-e nevezni, de azért gitározni. Te hivatásszerűen tanulod egyébként a zenét? Zongorát tanulok az iskolában, dobot pedig otthon a zeneiskolában. De nem, tehát nincsen terve a zenével. Volt erről szó, de most már rájöttem, hogy nekem az informatika lesz az, ami te, majd felnőtt koromban. Értem. Te hol laksz egyébként, mert hogy mondtad, hogy otthon a zeneiskolában? Én Vácot lakok, és itt a, hát nem tudom, hol lehet-e mondani a nevet. Iskola nevet minden további nélkül. Igen, ez a Bartók Béla valami zenei általános iskola, vagy valami ilyesmi, és Vácot van, és oda járok ütőszakra. Nem vagy hátrányban? Nem érzed magad hátrányban az úgymond éplátó emberekhez képest? Nem. Gondolom, hogy neked akkor nem síkírásuk ott távol kell játszani, hanem hallás után megtanítják neked, tehát kazettára játsszák, ugye? Vagy? Nem játsszák kazettára, de valóban hallás után tanulok, mert nem szeretek ott átolvasni, meg
szóval elég lassan böngészem. Igen, hát úgy nem is lehet ez. Mert nem nagyon gyakoroltam az ilyet, és na, tehát nem csak a látásom miatt, de na, szóval elég lassan fogom fel, hogy milyen hang. Egy utolsó kérdést Miklóshoz, hogy neked is adjunk szót ott a sarokban. Te mivel foglalkozol a rádión belül? Rádión belül, ahogy a barátom említette, én nálunk ez úgy van, hogy amihez éppen vagy kedvünk van, vagy amihez éppen ránk jut a dolog. Szóval ez nálunk nem úgy van, hogy kötelező, hanem így mindig megválasztjuk, hogy ki. Akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy mit válasz szívesen? Mi az a téma, vagy a rádiós munkán belül melyik az a szakasz? Én inkább az élőadásokat vállalom, nekem azok jobban tetszenek, mert sokat kell improvizálni, szóval maga ez az egész nekem ez jobban tetszik, meg így a vicc rovatok, amit még így el szoktam vállalni. Tehát te inkább a mikrofon mögött szeretsz ülni, és a háttérmunkákat kevésbé szeretted? Tehát hangtechnika, szerkesztés, vágás? Nem. Ezeket mind hangtechnikusokon csináljuk. Ezt mind Tolnai Szabas bácsi végzi nálunk. Kedves kolléganőnket, Bieber Máriát, azt hiszem, hogy már nem kell önöknek bemutatni, hiszen nagyon jól ismerik Handicap című rovatunkból. Melletted helyet foglal Garai Szilvia. Szilvia mellett, illetve Szilvia és köztem Tolnai Szabolcs, aki a budapesti gyengéllátók általános iskolájában dolgozik. Milyen munkakörben dolgozol, Szabolcs, azon kívül, hogy az iskola rádió technikusaként is közreműködsz, amint hallottuk itt a kedves leendő ifjú kollégáktól? Stúdiós vagyok a gyengéllátók általános iskolájában. Akkor ezek szerint te nem csak úgy csöppentél bele valahonnan az iskola rádiózásba, hanem akkor neked már egy alapos előképzettséged is van. Van, ugyancsak nem tanultam sehol, de igen, van némi nemű előképzettségem. Hogyan jött az ötlet, hogy foglalkozz a diákokkal, hogy elkezdjétek egy iskola rádiót? Hát az ötlet az Marcsi nénitől származik, illetve a Garai Szilviától, tehát ők ketten tőlük származik az ötlet. Akkor most én át is adnám a szót. Marcsi, légy szíves, mesélj nekünk erről. Szilvivel már tavaly is beszélgettünk róla, hogy jó lenne iskola rádiót csinálni, és nagyon örültünk neki, hogy ebben az évben lehetőség nyílt arra, hogy ezt meg is valósítsuk. Évelején egy hangos felhívást tettünk közzé Szabolcs közreműködésével, és ennek keretében szólítottuk meg a gyerekeket, hogy akinek kedve van, az csatlakozzon ehhez az újonnan induló szakkörhöz. A tervünk az volt, hogy heti rendszerességgel tartjuk a szakkört, és minden hónapban egy magazin jellegű műsort készítünk el. És ennek gyümölcseként van most jelen tulajdonképpen az a hat ifjú leendő kolléga, akikkel az előbb volt szerencsénk beszélgetni. Így van, és egy kicsit módosított az eredeti tematikánkon az, hogy év közben Horváth Laci meglátogatott bennünket, és a vele való beszélgetésnek az lett a gyümölcse, hogy a második fél évben élőadásokat is vállaltak be a gyerekeink. Tehát második fél évben már nem csak magazin műsorokat készítünk havi egy alkalommal, hanem élőadások is készülnek. Te, mint tanár, és mint szakavatott rádiós, hogyan látod? Látsz fantáziát ezekben a gyerekekben? Vagy mondjuk úgy inkább fiatalokban? Hiszen már nem sokáig mondhatjuk rájuk azt, hogy gyerekek. Az évelején azt fogalmaztuk meg Szilvivel közösen a felhívásunkban, hogy olyan gyerekeket várunk a szakkörbe, akik nem csak a zenei műsorokat kedvelik, nem csak kívánságműsorban gondolkodnak, hanem elég kreatívak is, vállalkozó szelleműek is, és kitartóak a munkában, és úgy gondolom, hogy azok, akik jelentkeztek, és most itt jelen is vannak, mindannyian ilyen gyerkőcök. Szilvi, valamit szerettél volna mondani ezzel kapcsolatban? Igazából annyiban egyetértek a Marcsival, hogy valóban azok a gyerekek maradtak,
a végére volt egy némi fluktuáció, tehát volt változás a szakkörösök összetételében, de mostanra azok a gyerekek maradtak, akik úgy tűnik, hogy elég lelkesek ahhoz, hogy végig is csinálják, amit elterveztünk. Marci, hogy látod, van jövője az iskola rádiónak is, illetve hogyha ezek a fiatalok kikerülnek tőletek, van esélyük arra, hogy elhelyezkedjenek bármelyik rádiónál, akár itt a civilben? Hát a tehetségük mindenképpen adva van hozzá, hogy lehetőségük adódik-e, azt most még nem lehet tudni. 6.-7. gyerekek vannak itt, tehát mindegyiküknek még 1-2 éve van az iskolában, és ez alatt sok minden megérlelődhet bennük ezzel a tervvel kapcsolatban is. Szilvi, te mivel tudsz segíteni az iskola rádióban a gyerekeknek? Hát tulajdonképpen úgy áll a dolog, hogy a Marcival ketten vagyunk a szerkesztői ennek a műsornak, és a gyerekek a készítők, a munkatársak. Tehát amit csak egy lelkes amatőr bele tud tenni ebbe a munkába, azt én igyekszem bele tenni, mert azért a Marcsinak vannak itt elsősorban rádiós és média ismeretei. Én csak mint lelkes amatőr próbálok mellette helyt állni. Szabolcs, te csak a stúdió, tehát kizárólag a hangtechnika? Kizárólag a hangtechnika, tehát a gyerekek már úgy jönnek be a stúdióba, hogy felkészülten, kérdéseket összeírva, és gyakorlatilag nekem nincs más dolgom, csak a beszélgetést fölvenni, illetve egy-egy részletet fölvenni a műsorhoz, de ezeket összevágni, és hát természetesen leadni. Volt már olyan fiatal, aki azzal állt elő, hogy szeretné megtanulni a hangtechnikát? Mondjuk gondolok itt Áronra, akiről ugye hát kiderült, hogy zenei ambíciókkal bír, érdeklődik. Folyamatosan jönnek, igen, érdeklődenek, hogy most mit csinálok, a hangvágás, hogy hogyan lehet kijelölni, hogyan lehet vágni. Van is olyan rész, amikor felhívjuk a figyelmüket, hogy akkor most mit csinálunk, és hogyan zajlik a vágás, hogyan zajlik a különböző hangszerkesztés. Érdeklődnek folyamatosan, persze Áron is, igen, ő is.